Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. Érkezik a csapadék, a hét második felében már borongósabb időre készülhetünk, így fronthatásra is számítani kell. Jelenleg a tőlünk délre található ciklon az, ami alakítja az időjárásunkat. Ennek északi peremén megélénkül az északi-északkeleti légmozgás, ami nedvesebb léghullámokat szállít hozzánk, úgyhogy ezúttal a napszemüvegeket esernyőre cserélhetjük. De azért ma is élvezhetjük a hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütést, majd délután indul be erőteljesen a gomoly felhőképződés, és elsősorban a Kárpát-medence középső területein az úgynevezett összeáramlási zónában számít. Számíthatunk záporokra, és egy-egy zivatar sem kizárt, mindemellett még a déli megyékben fordulhat elő kevés csapadék. Ahogy említettem, az északi-északkeleti szél nagy területen élénk lesz, egy-egy erősebb lökés sem kizárt, mindemellett azonban a csúcsértékeket általában 20 fok környékén mérhetjük, ahol általában hűvösebb szokott lenni az Alpok alján, Felvidéken, illetve Erdélyben, ott néhol a mai napon is csupán 13 és 16 fok közé melegszik a levegő. Szerdán még marad a viszonylag nyugodt idő, ekkor is inkább a déli megyékben lesz csapadékosabb az időjárás, északon csak egy-egy kisebb zápor fordulhat elő. Szerdán még a csúcsértékek is 15 és 21 fok között alakulnak. Csütörtökön azonban már erősen felhős lesz az ég felettünk, sőt, pénteken is erre készülhetünk. Ezen a két napon már erős lesz az északi, északkeleti szél, pár fokot a hőmérséklet is visszaesik, pénteken csupán 10 fok környékén lesznek a csúcsértékek. Szombatra már szakadozottabbá válik a felhőzet, újra előbukkan a nap is, és kisebb területen készülhetünk csapadékra is. Melegszik a levegő, de a változékonyság előreláthatólag a következő héten is megmarad. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!